Kedves hallgatóim, a legutóbbi adásunk arról szólt, miért van éppen négy evangélium, és miként tükrözik éppen így négyen Jézus teljességét. A következő logikus kérdés az, hogy vajon híven mutatja-e be Jézust ez a négy írás, hitelesek-e az evangéliumok. A teológiában az újabb korokban hát rengeteg vita folyt, a Biblia hitelességéről, arról, hogy milyen szinten lehet meglelni ezt a hitelességet, és egyáltalán mit értünk a Biblia, vagy az evangéliumok hitelességén. Tehát viták. Az, hogy ki, tart, ki mit tart hitelesnek és mit nem, egyetlen dologtól függ, attól, hogy mit vár. Hogy mit vár az evangéliumtól. Akik azt várják, hogy pontosan, tényszerűen írjon le egy-egy Jézusi tettet, eseményt, úgy, mint egy rendőrségi jegyzőkönyv, vagy ahogy a régész ír le egy ókori kancsót, kitérve a méretére, anyagára, színeire, formáira, stb. Tehát akik ilyesmit várnak, azok könnyen kimondják, hogy az evangéliumok nem hitelesek, hiszen lám, még ugyanazt az egy történetet, csodát, gyógyítást vagy beszédet sem Egyformán írják le, hanem többféleképpen. Például a Péter anyósának meggyógyítását, vagy a viharzó tenger lecsendesítését, meg egy csomó mást, Márk, Máté és Lukács a részletekben eltérően háromféleképpen írnak le. De vajon, kérdezem, tényleg ezen múlik a hitelesség? Ez a legfontosabb szempont? Természetesen nem. Ha az evangéliumok teljesen egyformán mondanák el Jézus életének epizódjait, akkor nem lenne négy evangélium csak egy. nem is volna szükség többre. Amikor az evangélium hitelességéről beszélünk, akkor ö, lelkünk mélyén valami egészen mást várunk, azt, hogy ami akkor megtörtént régen, az ma is megtörténjen. Igenis, történjen meg. Azt várjuk, hogy amint Jézus idejében X meggyógyult, Y újra látott, Z magába szállt, hogy lett bor, lett kenyér, és így tovább, hogy mindez itt és most, ma is történjen meg. Azt várjuk, hogy ami volt, a múlt váljon jelenné. Ez a lényeg, ez a lényeg, ami igazán érdekli, a ma emberét, és kevéssé az, hogy akkor régen pontosan szó szerint mi volt, hogy volt. Ami minket érdekel, az az, hogy ma meggyógyuljunk, hogy ma lássunk, ma megelégítessünk szellemi javakkal. Jézus hajdan megmentette XY-t. Jó, oké, de ha az evangélium csupán ennyi, akkor nem több régen volt és már elmúlt dolgok krónikájánál. Ez az, ami kell nekünk, tényleg? Hát nem. A fő kérdés nem úgy szól, hogy tényszerűen, valóságosan szórul szóra, megtörtént -e mindez akkor régen. Persze ez is fontos, nagyon is, de az igazi kérdés az, hogy megtörténik-e ma is mindaz, ami az evangéliumokban áll. Ha nem történik meg, ha ma nem jutnak hitre, megtérésre emberek, nem gyógyulnak meg, ha nem kezdenek el látni, hallani vakok és süketek, és szűkölködők, hát akkor nem sokra megyünk ma az evangéliummal. De Istennek hála nem ez a helyzet. Jézus Krisztus evangéliuma hiteles, Elsősorban úgy hiteles, hogy ma is történik, hogy napról napra megtörténik. Egy dolog tehát a történeti hitelesség, és van amellett ez a másik, a funkcionális hitelesség, így nevezném, funkcionális hitelesség, amiről beszéltem. És amely azt kérdezi, hogy megtörténik-e ma is az, ami hajdanán. Nem az a kérdés, hogy a pogány százados Krisztus keresztjénél tényleg mondta-e a hallhatatlan mondatot, amit az evangélium a szájába ad neki, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Az a kérdés, hogy te ma kimondod-e, hogy aki hall Jézusról ma, megtapasztalja-e őt a maga életében, és ki mondja e ki mondja, hogy igen, ámen, úgy van, ez a Jézus, ez aztán valóban Isten fia. Ha ki mondja a mai ember, akkor az evangélium hiteles, ha nem, akkor bármennyire hiteles is egyébként történetileg, az ő számára, az adott ember számára, vagyis funkcionálisan, annak, akinek leírták, akiért leírták, annak nem lesz hiteles mert az evangélium olyan, ez az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy minden korban jelenné akar válni. Valósággá, mostá akar válni. Ez neki a lényege. Ez tehát a fő dolog a funkcionális hitelesség. De emellett persze nagyon is érdemes foglalkozni a másikkal, a történeti hitelesség dolgával is csak épp tudni kell, hogy minek hol a helye. <kül> Azt, hogy az evangéliumok ebben is kiállják a próbát, a Mária Rádió hallgatói előtt alig ha kell bizonyítani, hát ezt hisszük. De most arról van szó, hogy értsük is mélyebben. Hadd illusztráljam ezt egyetlen példán. A példa az a legégetőbb kérdés lesz. Hitünk végső alapja, alfája, és ó megállja a feltámadás. Hiszen Pálapostól sarkosan, radikálisan, keményen, már ahogy ő szokta, kimondta abban az írásában, amely a Biblián belül a legrészletesebben szól a föltámadás kérdéséről, vagyis az első korintusi levél 15. fejezetében, és pedig a 14-es versében, kimondta Pál, ha Jézus Krisztus, nem támadt fel. Hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. Ez egy alapmondat, ez egy aranymondat. Hiába való, görögben úgy van, hogy kenosz, üres, tartalmatlan, ezt jelenti, ami nem szól semmiről, nem szól semmiről, ami beszédünk, a hitünk, az evangélium, az Úr föltámadása nélkül. Ha hitelességről van szó, akkor lássuk ezt az egyet és legfontosabbat. Tehát kérdés egyszerűen, hogy hitelesek-e az evangéliumok, igazat szólnak-e az evangélisták, amikor egy emberként, egyöntetűen állítják, hogy Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Az első Péter levél pedig ugye azt tanácsolja, hogy oké, okay, de gondolkozzunk erről észszel és komolyan. Ne csak higgyétek, hanem legyetek készen, hogy meg is feleljetek mindenkinek, aki kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Ez ma elengedhetetlen. Hát legyetek készek felelni, számot adni hitetek alapjáról, a föltámadásról. Jézus feltámadását az új szövetség, szóval a teljes új szövetség, minden írás, ahol ez egyáltalán előkerül, először is egyöntetűen történeti tényként kezeli. Történeti, és csak utána hitkérdésként. Nem bírom megállni, kedves hallgatóim, hogy el ne mondjam itten a Görgei Gábor versét, az a címe még ma, mert ez a lényeg. Nem a szétfoszló álom semmiben, nem a vágymézes kalács országába jutva be, nem a javulás labirintusán végig tapogatózva, nem a kikövetkeztetett gondolatok szerint, nem mítikus áttételeken át, nem az anyag megmaradás elve alapján, nem irodalmilag és nem jelképesen, nem is jövőre, meg nem is holnap hanem még ma velem leszel a paradicsomban. De jó vers. A föltámadás történelmi esemény volt, szögezik le az új szövetségi szerzők mind. Márpedig a történeti események úgymond egyedi tények. Egy mohácsi csata, egy fehérvári ütközet, egy Szent István király, mindenből csak egy egyedi tényeket pedig ugye nem lehet bizonyítani, ahogy például egy matematikai tételt, hanem csak tanúsítani lehet. Azt, hogy megtörtént -e a mohácsi csata, azt nem lehet bizonyítani egyszerűen. Csak tanúsítani, és ezt teszi a történetíró, aki leírja nekünk. És akkor az a kérdés, hogy ő hiteles tanú-e vagy sem. Nincs más kérdés. Hiszünk neki, ha hiteles. Hogy Jézus valóban feltámadta -e vagy sem, az, az teljesen ugyanígy működik. Azon múlik, hogy hitelesek-e a tanúk, akik ezt állítják. Hát kik ezek? Pál ugyanitt az első korintusi levél 15. versében, a 3. 15. fejezetében, a 3. verstől kezdődő szakaszban gyönyörűen felsorolja. Azt mondja, Krisztus meghalt bűneinkért az írások szerint eltemették, és harmadnap feltámadt az írások szerint. Megjelent kéfásnak, Péter, majd a tizenkettőnek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még élnek, egyesek pedig elszenderültek. Aztán megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak, minnyájuk után pedig mint késői szülöttnek megjelent nekem is. Tehát szépen a feltámadás tanúit Pálapostól időrendben sorolja fel hat csoport Péter, a tanítványok, az ötszázak, Jakab, minden Apostol és maga Pál. Hat. Hat. Ezek nagy része a levél írásakor még él, és megkérdezhető és ők ugye eredeti szemtanúk, nem hallomásból, és még csak nem is az egyház tanításából tudják, amit tudnak, és valami nem. nem. hanem ők személyesen ott voltak, látták, tanúsítják, és meg lehet őket kérdezni. Hát ez teljesen világos. A tanúk sorából különösen kiemelkedik egy ember, aki a leghitelesebb tanú, mivel korábban kívülálló, sőt ellenérdekelt volt az egyház ellensége, elszánt üldözője. Tehát maga pál, ahogy mondja a nyolcadik versben, hogy mi nyájuk után pedig, mint egy tólag, mi késő szülöttnek, megjelent nekem is. Um, sok mindent érthetünk ezen, hogy késő szülött, de ez most egyáltalán nem lényeges hanem a lényeg az világos, amikor a damaszkuszi úton megjelent neki a feltámadt Jézus, már jó pár évvel mennybe menetele után, akkor ezzel egy egészen különleges valakit emelt Jézus a szemtanúk közé, egy kivülállót, olyat, aki nem ismerte őt a földi életében, nem volt tanítványa, sem apostol, a Jézusban hívőknek a nagyobb, tágabb körébe sem tartozott, vadidegen volt. A dologban abszolút idegen, ezért olyan nagyon-nagyon erős az ő tanúsága, még az urat személyesen ismerőknél is hitelesebb, azt mondom, mert biztosan nem érdekelt től származik, hanem ellenkezőleg, ellen érdekelt től, ellenségtől, aki üldözte volt az egyházat. <kül> Azt a hatalmas változást, ami a Damaszkuszi út után történt Pál életében, egyszerűen semmivel nem lehet magyarázni. Teljesen értelmetlen. Ha feltételezzük azt, hogy valójában Pál nem is látta Jézust, hanem hazudott, vagy hallucinált, vagy hirtelen megbolondult. Hát ugye mindez abszurdum, aminek ellene mond Pál egész pályafutása, és írásai. Pályafutása egy rendszeres, kemény, dolgos élethez szokott, rendkívüli fizikai és lelki meg szellemi erőfeszítésre képes, rendkívüli teljesítményt felmutató, józan munkás életpálya. Művei, levelei pedig egy kristályosan tiszta elme teljesítményei. Hát nem, mivel pedig ez így van, akkor már sokkal észszerűbb elfogadni, hogy pár igazat mond a feltámadásról, meg mint bármiféle abszurd képtelenségeket feltételezni. Na már most a feltámadásnak ezek a tanúi, akiket Pál felsorol, minden számban, minden számba jöhető szempontból hitelesek. Mik ezek a szempontok? van a történeti hitelesség, ez az első. Aztán az erkölcsi hitelesség, a jogi, és végül a lélektani hitelesség. A hitelességnek ez a négy darab szempontja van, és nincs több. Punktum. Ennyi. Nem több, nem kevesebb. És a pál által felsorolt tanúk mind a négynek megfelelnek. Lássuk nagyon röviden és vázlatosan. Első, történeti hitelesség. Erről eddig beszéltem. A feltámadásról is, mint minden más történeti eseményről, ugye történeti forrásokból szerzünk tudomást. Az evangéliumok pedig a maguk módján persze, de részei az ókori történetírásnak. Az ókor történet sok nagy eseményéről csak egy-két tanú, egy-két történetíró számol be, sokszor az évtizedekkel az esemény után, és mi mégis hiszünk nekik. Ezzel szemben Jézus Krisztus életéről, haláláról és feltámadásáról, meg a mennybe meneteléről emberek sokassága tanúskodott. Méghozzá hangsúlyozza külön pál, hogy ezek nagy többsége él, számon kérhető, kérdőre vonható kortárs. Beszámolóik megfelelnek annak a kritériumrendszernek, amit a korunk az ókori történetírás támaszt, a hitelesség mércéjé ül. Ráadásul, ugye ők a lényegről mind ugyanazt mondják. Ugyanazt. Aztán a feltámadás történeti perspektívájában is hiteles. Ezen azt értem, hogy az a közösség, az egyház, amely ige hirdetésével, Vértanúival tanúskodott a feltámadásról, és amely ma is hajszáde hajszá pontosan ugyanezt mondja, hát ez az egyház nem tűnt el a történelem sűjesztőjében, 2000 éve fönnáll. Hát ez ugye semmiképpen sem lehetne így, ha ez az intézmény, az egyház eleve egy hazugságon alapulna ez világos, mint a nap. Erkölcsi itelesség. ez a harmad, nem, ez a második. Az evangélisták rendkívül magas erkölcsi színvonalon álltak. Írásaik a legtisztább erkölcsiséget sugározzák. Morális megtérést hirdetnek, igazságot, őszinteséget követelnek, elítélnek minden hamisságot. Na, teljesen képtelenség, hogy ők maguk utána a homlok egyenest ellenkezően viselkedtek volna. Sőt, ha ezt teszik, az még tragikusabb lenne, mert ebben az esetben nem csak hazugok és csalók lennének, akik becsapták a világot olyat állítva, a feltámadást, ami nincsen, nem is egyszerű rajongók lennének, akik olyat láttak, ami nincsen, nem. Ezerszer súlyosabb a dolog. Kimondani is alig merem, ha a tanítványok, evangelisták, apostolok hamisan tanúskodtak volna a feltámadásról, akkor felelőtlen, sötét, bűnöző gazemberek lettek volna, mert arra biztattak embereket, tömegeket, népeket, hogy adják fel addig életmódjukat, kezdjenek egy új lemondással, szenvedéssel, áldozattal teli életet. Adják oda mindenüket, vállalják, ha kell még a halált is. Miért? Egy semmiért? Egy hamisságért? Őrültségért? Kósza déli bámért? Hát nem. Ezt már nem. Nem. Képtelenség. A harmadik a jogi hitelesség. A tanúskodás jogi dolog. Sok jogi tényt pedig nem lehet, és régen meg különösen is nem lehetett bizonyítani, csak lehetett mellette vagy ellene tanúskodni. Ezért aztán az ókori jogrendek bizonyítási eljárásaiban, a jogi tények hitelesítésében életbevágó volt a tanúság, a szemtanúság, hogy valaki saját szemével látott egy eseményt, aztán elmondta. Sőt, a feltámadás szemtanúi, ők ugye zsidók voltak, és jogrendjük, a törvény a Tóra szigorúan tiltja a hamis tanúzást. Még emberek dolgában is, nagyon szigorúan. Itt pedig Isten dolgának, tettének, ügyének, tanúsításáról volt szó. Hát már micsoda képtelenség azt gondolni vagy feltételezni, hogy ezek az emberek elmerték volna követni a hamis tanúzás, súlyos, esetenként akár halálbüntetést érdemlő vétkét. Ez megint abszurdum. Végül a lélektani hitelesség, hát ez rövid. Egyszerűen arról van szó, hogy a föltámadást nem holmi gőzös fanatikusok hirdették, hanem egyszerű, józan, normális észjárású emberek, akik hatalmas kockázatot vállaltak ezért. Mert biztosak voltak benne. Tehát összegezve, a feltámadás tanúinak szavahihetősége mellett négy olyan erős érv szól, hogy annak megtörténtében lehet nem hinni, persze szabad, szabad nem hinni a feltámadást, de értelmes módon, értelmes módon kétségbe vonni az reménytelen vállalkozás. Kedves hallgatóim, Bérka Talint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!